Új épületrészt alakítottak ki a kerületben működő holtsugár gondozási központban. A korszerűsítés következtében az időskorúak nappali ellátását biztosító szolgáltatások köre jelentősen kibővült az intézményben. A november 21-i átadó ünnepségen részt vett Riz Levente polgármester és Fószti Vadar alpolgármester is. A Holtsugár gondozási központban két hónapos felújítást követően új épületrészt adtak át november 21-én. A Rákosmente önkormányzatának támogatásával megvalósuló bővítés keretében irodát, közösségi szobát, mellékhelyiséget és öltözőt is kialakítottak. A felszabaduló régi helyiségben pedig a masszázs, a kozmetika és a pedikűr kapott helyet. Az eseményen Riz Levente városvezető az időseket segítő intézmények jelentőségéről beszélt a jelenlévőknek. Ugye nekünk az a fontos, meg az a célunk, hogy minél tartalmasabban közösségben élhessenek a szépkorúak Rákos mentén. Tehát, hogy legyenek olyan helyek, olyan közösségi terek, épületek, olyan intézmények, ahol együtt lehetnek, beszélgethetnek, jól érezhetik magukat, tartalmas közösségi programokat kaphatnak, és ez a gondozási központ feladata. Ezért működtetjük ezeket kiváló kollégák segítségével, és ezért próbálunk lépésről lépésre, apró lépésekkel fejleszteni, bővíteni ezeket a szolgáltatásokat. Fehérné Kugler Andrea, a Holtsugár gondozási központ vezetője kiemelte, hogy a megvalósult fejlesztések segítségével szélesebb körű ellátást tudnak biztosítani az idősek számára. Mai rendezvény azért fontos számunkra és az intézményünk életében, mivel évek óta 100%-os kihasználtsággal működik intézményünk, ezért folyamatos helyhiánnyal küszködtünk, és ugyan 40 négyzetméter bővítésről beszélünk, de ez a mi életünkben nagyon sokat jelent, hiszen egy pici közösségi térrel, egy irodával, öltözővel és mellékhelyiséggel tudtuk így intézményünket bővíteni. Így lehetőség nyílik egy külön elkülönített helyen egészségügyi szűréseket végezni, magánbeszélgetést folytatni, mentálisan gondozni ellátottjainkat, illetve kártyázni, társasjátékozni tudnak ezen a plusz helyiségben az ellátottak. Az ünnepi eseményre a nyugdíjasok saját verssel és táncos produkcióval készültek.